Nagy Lucsi, a környezetkultúra szakos hallgató, ezek az alkotások utolsó féléves feladatai közül kerültek ki, de itt van a diplomamunkája is a Nyíregyházi Egyetem kiállításán. Őt Ervin Olaf holland művész inspirálta. Kétféle meghatározás volt, az egyik egy fagyizó makett készítés, a másik pedig egy kortárs szellemvasút, amelynél kortárs művészekből inspirálódhattunk. Számos kiemelkedően tehetséges diák van Nyíregyházán, az ő sokféleségük már önmagában is érték, emelte ki a tárlat megnyitóján Csobó Péter egyetemi docens. A kiállításon 70 tanuló mutatja meg tehetségét, közülük mintegy 50-en végeznek ebben az évben. Két képzési forma van, az egyik a képi ábrázolás, ez hagyományosan a festészetnek nevezhető képzés. Ők hát a stílus imitációkon keresztül különböző játékos feladatok, beállítások, a hagyományos műfajok, portré vagy éppen csendélet megfestése volt a feladat. A másik képzési forma az az úgynevezett környezeti kultúra, ahol hát mondjuk így kreatívabb feladatok, a környezeti átalakítások, dizájnok létrehozása, portfólió készítése, fényképekkel való játék. Évtizedek óta van vizuális kultúra képzés az intézményben, fontos részévé vált a művészeti oktatásnak. A most kiállított munkákat a díjépületi kerengőben láthatják az érdeklődők. El is hangzott ma a kiállítás megnyitón, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne az egyetemnek egy saját egyetemi galériája, ahol nem csak kiállíthatnának a hallgatók, hanem megtanulhatnák azt is, hogy hogyan kell egy kiállítást készülni, mi az a múzeumpedagógia, úgyhogy én ezt csak pártolni tudom. És annak is nagyon örülnék, hogyha minél több kép maradhatna kint ezen alkotásokból itt az egyetemi folyosók falain, mert sokkal hangulatosabb és izgalmasabb lenne így az egyetem. A kiállítás a játékos zárójel címet kapta, utalva ezzel az egyetemi évek végére.